Jó napot kívánok, tehát Mazda 323-as. Azt nézzük, hogy hogyan indul az autónk. Természetesen tökéletesen indult az autónk, egy nagyon jó akkumulátor van benne, kézifékünk be van húzva. Az autó ugye szervokormányos, és vannak egy apró extrai, például rádiómagnó van benne, de mondhatom extrának azt, hogy az autó szépen rendben van tartva. Jó gazdája volt neki, és rendbe tartotta az autó. Ülések kárpitok, nem dohányzós, kellemes illat van benne, és van könyöktámasz itt hátul, szerintem, ami jól jöhet hosszú távú utazás alkalmával majd. Aztán megnézzük a külsejét az autónknak, de még itt az ajtóban találtam egyéb elektromos extrákat, 4 darab elektromos ablak van benne, ami ugye remélem működik is, természetesen ez is működik szerencsére. Aztán elektromos tükrök, ugye jobbra-balra állítható az ülés magassága, jó kis kagylós ülés, könnyen tudunk benne maradni a erős húzós kanyarokba. A hátulját ugye mutattam, ugye itt is elektromos ablak a hátsó utasnak, szép kék metál színben van szerintem. Nekem legalábbis tetszik, gumik jók rajta, 4 darab Dayton gumi van rajta, nyári gumi. A műszaki vizsgája, ez 2013 és 6. hót láttam rajta, így igaz, tehát 6. havi a jövő évig a műszaki vizsgája. Amúgy a fényezése szerintem szép, nincs rajta rozsda, apró kicsi kocs helyek vannak rajta, itt megnyomta valaki a parkolás közben, fene a pofáját neki, aztán van itt egy szép tágas csomagtér, amiben van itt kötelező tartozék, ugye, ami minden autóban benne kell, hogy legyen. Tehát az autónak jó, magas és tágas a csomagtere, be lehet rámolni kényelmesen, nagy bevásárlás alkalmával is. Aztán nézzük tovább, hogy mit találunk még itt az autón, hogy az autóban, ugye beindítottam az autót, és szépen jár a motorja, ez 16 szelepes Mazda motor, ami 88 lóerő, ha minden igaz, ami szépen is viszi ezt a kis karosszériát, csendes ugye ez a japán moci, nincs itt ezen nézegetni, és ez jó kis banner akkumulátor, ami kellemesen jól indította az autónkat. Teljes csukrám szerintem, ennyit tudtam így hirtelennyével összehozni ebből az autó bemutatásból, jó nagy háttérzaj van, de elnézést kérünk érte, sajnos ilyen helyen dolgozunk. Aztán a lényeg csak az, hogy jöjjenek be hozzánk mi hamarabb, mert remélem nem sokáig lesz ez az autó. Köszönöm, hogy itt voltak, a viszontlátásra.